Sűrű hóesésben landolt a japán miniszterelnök gépe Belgrádban. Abe Shinzót és a japán delegációt a kellemetlen időjárás ellenére többek között Ana Brnabić szerb kormányfő és Ivica Dačić várta a gép lépcsőjénél. Szerbia egyike annak a hat országnak, amelyet érint a japán miniszterelnök európai körútja, viszont az egyetlen olyan, amely nem tagja az Európai Uniónak. Az elmúlt 3 évtizedben nem járt ilyen magas szintű japán vezető Szerbiában. A kétnapos látogatás során a ceremoniális rendezvények mellett a két küldöttség találkozóin Shinzo, Brnabić és Vučić is részt vesz. Abe Shinzo küldöttségében 16 japán üzletember is helyet kapott. Alexander Vučić a két ország képviselőinek plenáris ülésén megköszönte a japán miniszterelnök erőfeszítéseit, amellyel Szerbia európai integrációs törekvéseit segíti. Vučić reményét fejezte ki, hogy gazdasági együttműködésük is gyümölcsöző lesz. Mi želimo i uveren sam da i to jeste vizija premijera Abea da mi u Srbiji budemo deo Abenomiksa kako se to popularno širom sveta kaže, a u Srbiji ćete imati lojalnog, korektnog i iskrenog partnera. Szerbia az Európai Unió tagja kíván lenni, emellett folyamatosan újabbnál újabb célokat tűz ki maga elé. Ezek közé tartozik például a gazdaság erősítése, fogalmazott Ana Brnabić szerb miniszterelnök. A cél elérése érdekében szeretnék megtanulni Japántól az üzleti etika és a hatékony irányítás fortéjait, tette hozzá. Sa novim izazovima pred nama mi želimo da učimo od Japana, jer ekonomija 21. veka počinje na digitalizaciji, obrazovanju i kreativnosti, upravo onim segmentima u kojima najviše možemo od Japana i da naučimo. Abe Shinzo az együttműködés mellett az Észak-Korea jelentette veszélyre is figyelmeztette a küldöttség képviselőit. A szerb gazdasági kamara korábban már végzett felmérést arról, hogy mely szerbiai termékek lehetnek versenyképesek a felkelő nap országában, főleg a mezőgazdaság területén. A gazdasági együttműködés mellett a két ország közötti kapcsolatok várhatóan más területeken is erősödnek.